Csütörtökön volt 100 éve, hogy 1920. június 4-én Versailles-ban aláírták az első világháborút lezáró trianoni békediktátumot, amelynek feltételeit a magyarok részvétele nélkül határozták meg. Az 1919-1920-as párizsi békekonferencián, ahol a győztes nagyhatalmak Európa új rendjéről döntöttek. A békediktátum kimondta az ország függetlenségét, meghatározta határait és megtiltotta, hogy a Népszövetség engedélye nélkül bárkivel államszövetségre lépjen. Ezzel a magyar állam elvesztette területének mintegy kétharmadát. Összesen 9900 települést csatoltak el, és a lakosságát több mint 18 millióról 7,6 millióra csökkentette. Elvesztette az iparának 38 nemzeti jövedelmének 67%-át. Az országnak 1921. május 1-től 30 éven át jóvátételt kellett fizetnie az általa okozott háborús károkért. Az országgyűlés 2010. május 31-én a Nemzeti Összetartozás napjává nyilvánította június 4-ét. Ezen alkalomból tartottak csütörtök délután megemlékezést Nyírszőlősön is. A megemlékezésen helyi lakosok is elhelyezték az emlékezés virágait. Ezt természetesnek vesszük. A századik évfordulójának megemlékezünk Trianonról. Délelőtt voltunk bent a megyeházon a rendezvényen, az is nagyon megható volt, de mivel hogy nyírszőlősiek vagyunk, természetesnek vettük, hogy ide is eljövünk, és ez is nagyon szép volt. Dr. Vacó Sándor 2000-ben a Nyírszőlőshöz tartozó Izsó-dombon egy emlékművet állított a trianoni békediktátum kapcsán. Egy magántulajdonban lévő telken állt idáig, ezért most a 100. évforduló alkalmából áthelyezték a szőlőskerti általános iskola elé, ahol bárki lerúhatja kegyeletét az emlékkő előtt. Gondolkodtam azon, hogy hát valamilyen módon meg kéne emlékezni erről a szomorú történetről, Magyarországnak a legszomorúbb eseményéről, és akkor egy emlékművet építettünk, aminek a magánterület volt, megengedte a család, hogy ott egy emlékművet telepítsünk, egy Nagy Magyarország térképének a közepén helyezkedett el, és egy nemzeti lobogó volt a mögötte. A megemlékezésen részt vett Jászai Menyhért alpolgármester, a városrészt helyi önkormányzati képviselője is. Nyírszőlőbe az első emlékművet 2000-ben állítottuk. Tehát itt nagyon komoly hagyományai vannak, akkor mi nem tudtuk, hogy később úgy fogjuk nevezni Nemzeti Összetartozás napja. Tehát mi 20 éve, illetve régebben is megemlékezünk erről a napról. Jövőbe tekintően, és azt gondoljuk, hogy összefogásra, programok szervezésével, haton átnyúló programok szervezésével, gazdaságfejlesztéssel lehet gyógyítani a sebeket, amelyeket hazánkon ejtettek. A centenáriumi megemlékezésen felléptek a Szabolcs Néptánc Együttes tagjai. Kósa László református lelkész megáldotta az emlékkövet. Az esemény zárásaként elhelyezték az emlékezés virágait. A 100. évfordulóra egy külön műsorral is emlékezett a Nyíregyházi Televízió, amely június 6-án szombat este 22:30-től újra adásba kerül.